Sziasztok! Ez itt a Több mint Innovatív. A héten két vezető hír van. Az egyik, hogy Martin Viecha, a Tesla HR és befektetésekkel kapcsolatos vezetője a Business Insidernek nyilatkozott, mely szerint a cég 2024-re várja a robottaxit. A másik pedig Giga Nevada új vezetőjének kiszivárgott beszéde. Ezekre a videók második felében térek ki bővebben. Az elti videó kezdődjön egy helyesbítéssel és egy pontosítással. Múlt héten beszéltem róla, hogy a Kaliforniai Szenátus Közlekedési Bizottságának vezetője benyújtott egy kérelmet, miszerint a Tesla teljes önvezetés nevű rendszere hamis reklámozásnak minősül. Az államkormányzója, Gavin Newsom egyébként ezt még mindig nem írta alá. A bizottság vezetője, aki beadta az indítványt, Lena González. Az összes cikk arról szólt, így én is átvettem, hogy ez a képviselő ugyanaz, aki beszólt Musknak, pedig az a hölgy Lorena González volt. A pontosítás pedig a következő. A múlt heti videómban beszéltem róla, hogy a Giga Texas sincs messze a vasúttól. Két néző hatására megnéztem pontosan. 32 mérföldre van az a vasúti telep, ahol felpakolják a Model Y-okat a Giga Texas-tól. A Model Y megérkezett Japánba is. A Tesla Ázsia posztjából még az is egyértelművé vált, hogy az autók nem máshonnan, mint Shanghaiból érkeznek. Múlt héten megosztottam, hogy a Tesla Model Y kiválóan megfelelt az Euro NCAP és az Ausztrál ANCAP töréstesztjén. A vezetéstámogató rendszerek 98%-ra vizsgáztak. Elon hozzátette, azóta még javultak is. Gary Black megosztotta, augusztusban 77 000 autót értékesített és exportált a Tesla Kínában. Ez a második legtöbb valaha. Jó úton járnak a szeptemberi rekord felé. Ezzel a cég modellje a legtöbbet eladott prémium SUV lett Kínában augusztusban, amellett, hogy egész évben a toplistában volt. Közben odaát átadták a 9000. Supercharger töltőoszlopot is. Kaliforniában sem tétlenkednek. A Drive Tesla Kanada osztotta meg, hogy a Tesla állami támogatást kap 4 hatalmas Supercharger állomásra. Az egyik ezek közül 160 töltőoszlopot fog tartalmazni, de a második és harmadik projekt is megdönti az eddigi rekordokat. Képzeljétek, milyen lehet majd az a Supercharger, ahol 160 Tesla fog várakozni. Mind a 4 helyre megapakkot is telepítenek. Az állomásonkénti támogatás mértéke egyébként 1,6 millió dollár, feltétele, hogy a töltőoszlopok 50%-án legyen CCS csatlakozó. Más források szerint a 4 projekt közül a legolcsóbb 4 millió dollár, a legdrágább pedig 8 millió dollárba fog kerülni. Egyesek szerint a fúziós energia majd mindent megold. Elon szerint ez egyszerűen túl drága lesz. Bonyolult az üzemanyagot szállítani, és az erőművek karbantartása sem lesz egyszerű. Közben ott a napunk. Ez egy olyan termonukleáris reaktor, ami semmiféle üzemanyagot vagy szervizt nem igényel. A megújuló energia megoldása a nap és a szélenergia kombinálása akkumulátorokkal. Ez azokra az időkre kell, amikor a nap nem süt, vagy a szél nem fúj. Ezen tárolókat össze kell kötni hagyományos nagy feszültségű kábelekkel. Nincs szükség ismeretlen technológiákra. A hidró, geo és atomenergia szintén nem triviális résztvevők lesznek. Napelemek a földön és a tetőkön akkumulátoros tárolókkal lesz a jövő civilizációjának elsődleges energiaforrása. Musk hozzátette, mindenki jegyezze meg szavait. A természet teljes mértékben a napenergiát használja. Civilizációnk energiaigénye abszolút kicsi ahhoz képest, mennyit küld nekünk a nap ingyen. Nagyjából 1 gigavattóra per nap per négyzetkilométer, feltételezve a 25%-os napelem hatékonyságot, illetve a 0,8%-os felület lefedettséget. Szerinte még mindig sokan nem tudják, hogy a Tesla szünetmentes áramellátást tesz lehetővé házaknak a Powerwall személyében. Megkérlek titeket, hogyha több mint 3 videót megnéztetek tőlem, iratkozzatok fel! Ezzel tudjátok legegyszerűbben és legolcsóbban segíteni a csatornám. Ezzel jelzitek a YouTube-nak, hogy ajánlja a csatornámat másoknak is. A lájkok pedig a videók népszerűsítését segítik. Köszönöm! Sokaknak nem tetszik, amiről már múlt héten is beszéltem. Vagyis, ha valaki 24 órán belül törli, vagy változtat a Tesla szervizidőpontján, annak $100 büntetést kell fizetnie. Elon szerint ez visszafele is igaznak kell lennie, vagyis ha a Tesla törli az ügyfél időpontját 24 órán belül, akkor fizetniük kell a tulajdonosnak $100. Hozzátette, sokat dolgozik a Tesla szerviz javításán. Azt akarja, hogy nagyszerű legyen. Reméli, ezt hamarosan érzik is a vevők. Egyesek szerint sérülnek az autók a nagy rohanásban a szervizekben. Ha ez így van, Musknak kell szólni. A cél Észak-Amerikában, hogy az esetek 50%-ában 1 órán belül végezzenek. Ausztráliában rohamosan nő a Tesla flotta, így a mobil szervizesek számát is ilyen ütemben kell növeljék. Omar mémjei szerint lehet maga Elon fog az autókon dolgozni. Nem kell aggódni, a végén mindent összerak majd. Szintén a Drive Tesla Kanada osztotta meg, hogy a legújabb frissítés után, ha valaki belemegy a Tesla mobillapba, a szerviz opciókban is kiválasztja, hogy baj van az akkumulátorával, az autó lefuttat egy battery health checket. Ezek után bárki megnézheti, hogy áll az akkuja egészsége. A Teslának komolyabb tervei vannak a lítiummal Texasban. 3 órára Austintól Robstownban tervezik a lítium feldolgozót létrehozni, de esélyes egy louisianai hely is. A projekt hangsúlyozottan csak egy terv, de ha évvégén elkezdik, 2 év múlva lehet kész. A 10.69.2 kicsit késett, mert a belső tesztcsapat talált egy hibát. Ez 8% késlekedést okozott a gyalogosok detektálásában 50 méteren belül. Green the Only megosztotta, hogy a legújabb FSD bétában a Tesla óriási hangsúlyt fektet a pontos lokációra. Jelenleg 15 műhold kell a legjobb teljesítményhez. Az amerikai GPS rendszeren kívül a szoftver figyeli a japán, európai, orosz és kínai helymeghatározó műholdcsoportokat is. Továbbá a belső mérést is komolyabbá tették. Ahogy kijött a legújabb béta, csak egyből készített egy szokásos balkanyaros videót. Az egyik javulás szerinte, hogy a középső elválasztóra gyorsabban megy az autó, és nem hagyja kint a hátulját. Továbbá, ha van ott valaki, akkor türelmesen megvárja azt. Ugyanakkor nem tetszett neki, hogy lassabban megy fel a kocsi a megengedett sebességre. A másik videójában az autó érdekes módon megáll az első fel nem térképezett körfogalomnál, és csak gyorsítópedál nyomására vár. Másodjára már simán megoldja, úgy, hogy ráadásul balra kell fordulni a körforgalomban. Úgy tűnik, minden rendben a 10.69.2-vel, így érkezik mind a 100 000 béta tesztelőnek. A Masterplan 2 szerint 6 milliárd mérföld kell ahhoz, hogy jobb legyen az autopilot, mint az emberek. Ha nem csak az FSD mérföldeket nézzük, mostanában érünk a 6 milliárdhoz. Hozzátette továbbá a való életbeli validáció és a több milliárd mérföldnyi tréning emeli majd az FSD-t szuperemberi szintre. Omar az esetek 90%-ában csak kimondja, hova akar menni, és az autója elviszi. Reméljük, hamarosan mindenki megtapasztalhatja ezt. Érdekes még, hogy a saját 10% vezetését beleszámolva is, a közös safety score-juk 80. Ezután a tweet után várhatóan a rendszer majd vonatokat is meg tud jeleníteni. Elon szerint is szükség van egy vonatmodellre. Közben csöndesebb Joe mód is jöhet. Musk a Steam integrációt tesztelte a héten Palo Altoban. Visszatérve Green the Only-ra, szintén megosztotta, hogy kódokat talált a legújabb szoftverben az Ausztrál Töréstesztbizottság az ANCAP nevével. A kínai, koreai és európai Euro NCAP már eddig is benne volt a kódban. Egyenlőre csak találgatni lehet, hogy miért. Egyesek egyből csalásról beszélnek, szerintem a legvalószínűbb, hogy ezen amúgy nem publikus utakon is engedélyezhetőnek kell legyenek a különböző vezetéstámogató rendszerek. Szintén Greentől származik ez az info a legújabb Tesla radarról. Green arra lett figyelmes, hogy új alkatrész jelent meg a Tesla alkatrész katalógusában. Korábban Elon már beszélt róla, hogy a nagy felbontású radaroknak van csak értelme. Ez lehet arra utal, hogy visszajönnek a radarok ezúttal már HD verzióban. Az is lehet, hogy ez a Hardware 4 része lesz. Múlt héten Ursic Sagar átvette a Giga Nevada irányítását Chris Listertől. Az új vezető tartott egy beszédet, amiből kiszivárgott néhány fontos információ. Ezek szerint a gyár 283.473 darab hajtásláncot gyártott a Q2-ben. Hetente stabilan 8.800 akkumulátorcsomagot és 6.500 Powerwall gyártottak. A Latrapi Megafactory hetente 42 megapakkot gyárt a korábbi 35 helyett. Az is kiderült, hogy Fremontban 12.000 autót gyártanak hetente, de képesek ezt feltornázni 14.000-re hamarosan. Ahogy a videó elején említettem, Martin Viecha beszélt a Business Insiderrel. Felvázolta a Tesla 5 éves tervét. Ebből kiderült, hogy a cég 2024-re várja a robottaxi hálózat beindulását. Továbbá azonos platformra terveznek megvehető autót is. Elismerte, hogy szükség van egy $30,000 alatti autóra. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta a cseh származású vezető, hogy gyártási költségeiket 57%-ban csökkentették. Ezt Elon is elismerte, és hozzátette, hogy ez nehezebb volt, mint a tömeggyártás elérése, vagyis a production hell. Ez számomra azért fontos, mert minden cégnek át kell esnie ezen. Ha a Teslának nehéz volt, a többieknek még nehezebb lesz. Ezért nem bánom, sőt örülök, hogy extrém nehéz a 4680 felfuttatása, mert ha meglesznek vele, újabb óriási előnyhöz jutnak. A másik érdekesség, amit Martin megemlített, hogy akkora kedvezmények várnak rájuk az Egyesült Államokban, hogy minden energiájukat a texasi gyár mielőbbi felfuttatására koncentrálják. Csak ezek után tudnak Berlinnel is foglalkozni. Visszatérve a robottaxira, ha tényleg igaz, hogy a cég belső célja szerint 2024-ben jön, akkor hamarosan be kéne mutatni. Elképzelhető, hogy az EID 2 mutatják be. Ha szeretnétek egy EID 2 predikciós videót jövő héten, lájkoljátok ezt a videót. 420. Köszönöm minden Patreonos és YouTube támogatómnak is a támogatást, nélkületek nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretitek az innovációt, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést, ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek! Vasárnap itt az én csatornámon folytatom az Elonos hírekkel.